Mai nap, mai elődöntő utolsó versenyzője következik, ő nem más, mint Fischer Ágnes, és már a nevedben is benne van, hogy nagyon messziről jöttél, hiszen ezt a nevet, ezt a Fischert egy holland úriemberről kaptad, ő tulajdonképpen a férjed, oda költöztél ki, Hollandiából utaztál el idáig. Mikor érkeztél? Így van pontosan, ahogy mondod, a férjem nevét viselem. Szerdán érkeztem Magyarországra, mivel egyéb munkám is volt a versenyen kívül. Hogyha kinnélsz Hollandiában, azért ott nehéz elképzelem, hogy a nótákat tudod gyakorolni, hiszen nincsen kíséret, nincsenek olyan emberek, akik otthon lennének ebben a műfajban. Hogyan oldod ezt meg? Egyrészt van ott is lehetőség, bár nem olyan sok, mint Magyarországon. Tehát a magyar nóta a szenvedélyemmé vált, és az ember a szenvedélyért sokat megtesz, tehát ide utazom gyakran. Viszont Hollandiában is vannak cigánzenekarok, megvan a lehetőség arra, hogy néha az ember gyakoroljon, tanuljon. A hollandok egyébként mennyire nyitottak erre a magyar nótára, vagy éppen a cigányzenére? A hollandok általában nyitottak, és erre a műfajra is nyitottak. Na, hogyha mi közönségünk, illetve a zsűri mennyire nyitott rád, ez most kiderül. Így van. Sok sikert kívánok neked. Parancsolj, mutasd meg nekünk, hogy mit tudsz. Nagyon szépen köszönöm. Megszólalt a bolond szívem, mert te rám nevettél. Megszépült az egész világ, mert te megszerettél. Olyan szépnek látlak téged, mint egy nyíló rózsát. Tekintsem, mint örökre ő marad rád hozzád. Én az igaz boldogságot lábad elé hoznám. Ez a széles kerek világ mese zsebkendőm, négy sarka, simára van vasalva, mint a négy sarkában, mamám neve van forva, az egyik szőke, a másik barna, a harmadik csuka szép, megálltam, csuka szép, majd ezekbe jutom még, az egyik szőke, békástó, halastó, jaj, te sáros a partja, arra jár a rózsa, sejem kendő van rajta, rám töltöttem a fél pengőmet, azért olyan csuda szép, megállj te, csuda szép, majd ezekben jutok még, rám töltöttem a fél.
Téged is köszöntelek, Ágnes. Te jöttél és te érkeztél a legmesszebbről, ezt már megtudtuk rólad. Nézzük, hogy a zsűri hogyan értékeli a te mai produkciódat és teljesítményedet. Bangó Margitot szeretném kérni. Örömmel. Hát ez a produkció magáért beszél. Én azt hiszem, hogy az egyik legjobb előadót láttam ma este, akinek a dalai ide behatottak egészen a szívemig. Annak ellenére, hogy ő nem él itt Magyarországon, te nem élsz itt Magyarországon, hanem kint élsz Hollandiába, és ennyire szereted a magyar nótát, ennyire szereted a magyar muzsikát, noha gondolom, hogy a szüleid magyarok, vagy legalábbis... Van, természetesen hazúrok kaptam én is az első inspirációt. Úgyhogy gyönyörűen formálod a nótát, előadásmód, szerintem benne van az, ami egy nótában benne kell lenni. Ez az egyik. A másik, hogy Hollandiában annyira szeretik a magyar cigány zenét, hogy a világon, hát nyugodtan kiverem azt jelenteni, hogy egy nyugati országban sem szeretik úgy, mint Hollandiában. Legjobb tudomásom szerint legtöbb egyetemnek cigányzenekara van, és minden egyetem nyáron cigányzenei versenyt rendeznek. Én is voltam már kint egy-két ilyen alkalommal. Úgyhogy le a kalappal a hollandok előtt, akik egyetlen szót nem tudnak, de viszont a magyar nótát úgy tudják, hogy a magyarok megirigyelhetik. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Köszönöm szépen, Szirmai László, a szó. Én is gratulálok, és amit Margitka elmondott, ez így igaz. És még hozzátenném azt, hogy nemrég megjelent egy riport is ebben egyik újságban, hogy a magyar nótáért alapítványt hoztak létre Hollandiában. Hát azt hiszem, hogy Magyarországon is le kéne ezt valahol koppintani, hogy a magyar nótáért végre egyszer egy hungárikumnak nevezett műfajként tudjuk ezt bejelenteni. Gratulálok, nagyon kedves előadó volt, és köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és akkor Gyöngyi még egy rövidet. Nekem is tetszett az előadás, egy kicsit túl lett játszva, hogy mondjam csak, szóval egyszerűbben kell azt a hallgatót elénekelni, és akkor jobban fog hatni. Köszönöm szépen, gratulálunk. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Akkor most szeretném kérni a zsűrit, hogy értékelje ezt a produkciót. Hadd lássuk. Bétót Magda szerint 9 pont jár ezért a produkcióért. Ifjabb Sánta Ferenc szintén 9 pontot adott Ágnesnek, 60-i Kis Gyöngyi 8-at, Szirmai László 9-et és Bangó Margit szintén 9 ponttal jutalmazta Ágnes produkcióját. Én már most szívből gratulálok, ez is nagyon magas pontszám lesz, és ha jók az emlékezeteim, akkor így a Holt verseny sajnos vagy szerencsére nem alakult ki, és mindjárt mondják is a fülemre, hogy ez összesen hány pont. 44 pont. Köszönöm. 44 pont.